Segédszerkesztő, ki díszes hivatalába beleungván utazni ment. Nem titok, hát kimondom, hogy ez a segédszerkesztő én voltam. Történt az indulás április 1-én 1845-ben, a Pest-Eperjesi gyors szekeren. Ezt csak azért mondom el, nehogy valaki azt gondolja, hogy saját alkalmatosságomon utaztam régen. Nem tartok ekvipást. A búcsú estéjét, vagyis éjszakáját nagyszerűen vígadva töltém a vadászkürtben bajtársaimban. Verset is csináltam erre az alkalomra, melyért az illetők közül egy pár bosszankodott, sőt meg is haragudott, hogy őket bajtársomnak nevezem, s nem barátoknak. Most is csak azt mondom, kedves bajtársaim, hogy tempi passati, mikor én valakinek barátja voltam. Tudnivaló azért nem hiszem, hogy nekem barátom. A csízió is megjövendölte, hogy nem leszek szerencsés a barátságban. Pedig ez nem hazud, azt is megmondta, hogy híres ember leszek. A búcsulakomán részt vett pesti pajtásaimon kívül egy pár vidéki költő kollégám is, kik azért voltak akkortájban Pesten, hogy magukat egyik-másik divatlap szerkesztő által levittessék. Ja, mikor az olyan szép, ha az ember darabás lepingálja. És a szerkesztők aztán küldik szét az egész két magyar hazának némely helyére, és a közönség bámulva kiáll föl. Tehát ilyen ő! Végre hajnalodott. A gyors szekér előtt. És én elbúcsúztam pajtársaimtól oly melegen, oly nehéz szíppel, mint valaha barát-barátom. Fiúk, hálát adhattok az Istennek, ha olyan barátitok lesznek, amilyen pajtástok vagyok. A szekér indult, és én gondolatom, amit jöttem. Nem tudom, hogy meddig mehetünk, meddig nem, mikor egy rémítő kiáltás hatott füleimbe. Megállj! A szekér rögtön megállott. Ajtaja fölkattant, és előttem egy szilaj tekintetű ifjú termet, aki pisztolyt szegezve mellemnek rivat rám. Meghalsz! Kegyelem! Jajdultam föl, reszketve, akadozva folytattam. Csak életemnek irgalmaz, örömest, odaadom erszényemet, bár tartalmastól nem ér sokkal többet, mintha egészen üres volna, hiszen magyar költő vagyok. Segédszerkesztő voltam a pesti divatlapnál. Aztán még eljöttem, akkor adósságot is fizettem. Tóth Gáspárnak tartoztam egy attillas nadrág árával. A verseim nem igen kellnek, oda mellett, hogy szörnyen dicsérik. Láthatod hát, hogy nem lehet sok pénzem, de szívesen átadom, ami csak van. Csak életemet ne bánts. Ilyeneket kavartam össze-vissza, mint aféle megijedt ember, míg a lélegzetről ki nem fogytam. A megtámadó ifjú ezt felelte hidegvérrel. Nekem nem kell hitvány erszényed. Nekem életet kell, ármányos életet. Tudd meg, hogy én azoknak az ifjú lángelméknek egyike vagyok, kik verseket küldenek a pesti divatlapba,
és akiket te galádul kizártál az irodalomból. Mert értésünkre esett, hogy az új nevek versei a te kezeden mentek keresztül. Én maga küldtem be hozzátok egy 150 költeményt, és te mind halálra ítélted. Ezért te is meghalsz. A pisztoly durrant, én meghaltam. És fölébredtem. Eszembe jutott, mikor én gyalogoltam így Mohácstól Pozsonyig, és még hosszabb utat is. Mi jól esett, ha fölvett mellettem elhaladó szekér? Vagyis mi jól esett volna, ha fölvett volna? Nem Pesten történt, amit hallotok? Ott íregényes dolgok nem történnek? A társaságnak úri tagjai szekérre ültek és azon menének. Szekéren ültek, de ökör szekére, két pár ökör tevé a fogatot, s az országúton végig a szekére, a négy ökör lassacskán van. Végig a szekérrel, a négy ökör lassacskán van. Világos éj volt, a hold fennvalak, halványon járt a megszakadt felhőben. Miként a búshölgy, aki férjének sírholmát, keresi a temető, kalmár szellőját. A szomszéd mezőkön is vett a füvektől édes illatot, s az országúton végig a szekére, a négy ökör lassacskán hallott. Az országúton végig a szekérrel, a négy ökör lassacskán hallott. A társaságban én is ott valék, és valék szomszékje éppen Erzsikének a társaságnak ábrándoztam, és szóltam Erzsikéhez, ne válaszolj magunk a csillagot, és az országunk végig a szekében, a négy ökör lassacskán boflagott, és az ország úton végig a szekérrel, a négy ökör lassacskán ballagott, ne válaszolj magunk a csillagot, szólék én ábrándozva Erzsikéhez, a csillag vissza fog vezetni majd a múlt időknek boldog emlékéhez. S ha elszakaszt a sors egymástól minket, és választottunk magunk a csillagot, az országúton végig a szekérre, a négy ökör lassacskán vallagott. Az országúton végig a szekérrel, a négy ökör lassacskán vallagott. Az országúton végig a szekérrel, a négy ökör lassacskán ballagott. Az utcák úton végig a szekérrel, a négy ökör lassacskán ballagott. Énekeljük a harangra? Mikor fárad el végre? Nagyon kitartva. Én tudom, mi van most. Egyéni csúcsdöntési kísérlet. Guinness Bookban. Már csak 19. A ő bírja, én is bírom. Végig a szekérrel, a négy ökör lassacskán. És ha nem bírom, az azért van, mert Isten erősebb, mint én vagyok. És ez tényleg így van. Dicsérjük az Urat! Végig a szekérrel, a négy ökör. Dicsérjük az ő sekrestjéset! És dicsérjük a sekrestés mése borát. Megírom. Mitől támad ez az új erő bennem? Istentől jön az erő! Én
még 2 órát a haragra. Az országútot végig a szekérrel, a négyököl lassacskán barulnak. Siet, késik! Köszönjük szépen, fel van! Egy test hozzá! Egerszegi Krisztina! Egy test hozzá! Egyszerre fordulnak, 400-án! Gyere, kicsi Egérke, gyere! Feleletet egyik sem ad. Kihörpentik boraikat, végét vetik a zenének, és hazamennek a legények. Cserényem van jó paripám, akármi is legyen az a cserény, én meg egy csikós vagyok az alföldi rónád. Csikós vagyok az alföldi rónád. Csikós vagyok az alföldi rónád.